Sziasztok! Egy újabb sínes rendelésem eredményét szeretném megmutatni nektek. Hát ezt még május elején vásároltuk, szóval az árak azok nem biztos, hogy teljesen megfelelnek annak, amik jelenleg az aktuálisak, nem is biztos, hogy mindent lehet kapni. Július eleje van most már. Azért nem bontottam ki ezt a csomagot, mivel képzeljétek el, úgy jártunk, még soha nem jártunk így, 10-10 van. És egy kivételével mindenkin végigment egy ilyen brutális kötőhártyagyulladásos fertőzés. És nem akartam akkor kinyitni, ugyanis másik cicának is vásároltunk játékokat, elég sok ilyen macska játék lesz ebben a kis zacsiban. És bár valószínűleg tartom, hogy fertőtleníthetőek lettek volna utána is, nem akartam véletlenül se úgy összefogdozni, hogy miközben még éppen ez itt zajlik nálunk, szóval csak kikapkodtam azokat a játékokat alapos kézmosás után, amiket ajándékba szántunk, hála az égnek, annak a cicának nem is ott semmi baja. És ez az egész így maradt azóta, és most tudtunk rá sort keríteni. De hát egyébként annyi minden történt ez alatt a 2 hónap alatt, vagy valószínű, hogy videózni nem is tudtam volna, és a közeljövőben meg nem biztos, hogy fogok tudni. Szóval most nagyon örülök annak, hogy erre tudom szenni ezt az időt. Na, nagyrészt macskás dolgokat rendeltünk megint, az eddigi játékok úgy nagyjából beváltak. Nem mindig cipelik az összeset, de nem is mindig van előttük mindegyik, ugye, hogy így érdekes maradjon. Van, ami jobban érdekli őket, van, ami kevésbé, ez ilyen teljesen változó és hullámzó. Némelyikek, amik jobban bejöttek, azok egy kicsit már szét vannak cincelve, mások jobban megmaradtak, de az igazság, hogy másod vásárolt játékok is, hát hogyha nagyon sokat vannak cipelve meg játszva velük, akkor azok is hamarabb így jön belőlük a bélés, meg így szét cincálódnak. Szóval úgy átlagos minőségűnek mondanám őket, vagy megfelelő minőségűnek, ezért is rendeltünk megint. Ez most egy relatíve kisebb csomag, mutatom is őket. Itt van velünk Puffy, de nagyon olyan meleg van. Gyengett. A kis feje egész ideig itt rodeózott, úgyhogy most egy kicsit örülök, hogy elő. De gyanítom, hogy ahogy majd elkezdem elővenni a macska játékokat, akkor kicsi aktívabb lesz. Először mutatom azt, ami nem cicás, mivel abból kevesebb van, amit elsőként szeretnék mutatni, ez egy szett ilyen picike kis bogaras matrica. Ezeket így naplóba ragasztásra vettem, eredetileg köröm matricaként vannak hirdetve, úgyhogy úgy érdemes keresni. Egész aranyos ilyen kis bogaras matricákat lehet egyébként találni. Nekem a rózsabogár az egyik kedvenc, nagyon szép. Tudjátok, ez az aranyos rózsabogár, aminek ilyen zöldes, irizáló, sárgás a páncélja. És ezen van mindenféle, mondjuk hasonló van, ugyanolyan nincsen. Viszont Ausztriában a Teddyben vettem, hogy ilyen dombornyomot, és azon már annyira szuper. Ha megtalálom most így mondjuk 5 perc alatt, akkor megmutatom, máskülönben nem akarom feltúrni a dolgaimat, mert ma még nagyon sok teendőnk van, de hát ez tök aranyos, és nekem tetszik, és ahhoz képest, hogy milyen pici eléggé kidolgozott, szóval ezt tudom javasolni, ajánlani. Kis ticem, csinálsz. Egyetlen ilyen lapka az egész, és ilyen fényesebb matrica. Van egy ilyen cincér, katica, szarvasbokár, szitakötő, darázs, méhecske, mindenféle, ez nagyon érdekes. Jó, hát vagyok kicsit ilyen specifikusabb, nem biztos, hogy mindenki szereti az ilyesmit, de aki szereti, annak szerintem jó pofa, nem is kerül sokba. Aztán ez nagyon tetszett, talán még azt mondanám, hogy ez a csatorna eredeti témájához tartozna, ez egy ilyen betkéves, alumínium, mi ez? Ez egy rendszámtábla. Egy rendszámtábla. Ami a problémám, hogy nagyon meggörbülve érkezett, ez már a visszagörbítés. Nem nagyon merem feszegetni, nehogy eltörjem véletlenül. Amíg eltörni, nagyon nem tudom. Csak tudjátok, hogy akkor így megtörik egy irányba, és utána így a fény is nem úgy esik, nem úgy veri vissza a fényt, és akkor ilyen zavaró lesz, utána meg már soha az életben nem fogjuk tudni kiegyenesíteni, de ezen nyilván majd még ügyködni fogunk, mert még ha felrakjuk a falra, akkor még egy kicsit így elállt tőle, szóval ez nem az igazi. Azért szomorú voltam, hogy hát így meg nyekkembe érkezett, de végső soron értetőnek tartom, mivel egy ilyen teljesen nylon zacskóban küldték, és ez a kevés karton, ez nem tudom, hogy segítség a hátulján. Ilyen a hátulja. Nagyon közelről egy kicsit, nem pixelesnek mondanám, hanem ilyen hangyafocisnak, tudjátok, mint az újságban a képeket megnézitek közelről, de azért ezt így a falra feltéve nem olyan távolságból nézi az ember. Ha mondjuk élőben látnám, ugyanúgy megvenném, mert jó áron volt, és teljesen korrekt. Aztán a következő egy adag cipőtartó zsák,
Ezt ilyet mutattam már, rendeltem korábban, és eléggé bevált, talán 2 darabot sikerült tönkretennünk. Most nem tudom, hogy azok alapból anyaghibásak voltak, és ilyen egy húzásra is széthasadt az egész, vagy mi voltunk túlságosan lendületesek. Én szerintem inkább lehet, hogy kicsit gyengébb anyagból gyártották őket a kelleténél. Rájöttem, hogy több pár cipőnk van, mint amennyire gondoltam, szóval nem vettem még, mert szükséges. Csalgópolcon tartjuk a nem használt cipőinket, és papucsokat, meg ilyen egyéb dolgokat, ami ilyen mindenféle lábbeli, és tök jó, mert nem potyognak le, és eddig ez volt a probléma, hogy ami a szélére került, az mindig leesett, mivel ugye a csalgópolc az ilyen tök nyitott, csak ugye ezek a rudak vannak az oldalán, szóval nekünk ez jó volt. Azért megmutatom, hát, hogyha valaki nem nézte azokat a videókat, amiket eddig feltöltöttem, és ez mondjuk az első a sorban, nem pedig összesen az egy. Na, ilyen kis vékony áttetsző, ami azért jó, mert látjátok, hogy mi van benne. Ilyen, egyébként egy csomó félét lehet kapni. Van, ami ilyen fixebb anyagú, és akkor ilyen kis ablak van rajta, hogy lássátok, milyen cipő van benne. Van, ami nagyobb, van, ami kisebb, kevesebb darabos kiszerelésben több. Tehát tényleg a lehetőségek száma kb. Vagy a variációk száma végtelen. És itt ezt meg kell húzni. És akkor nagyon szuper lesz. És nem szuper. Valamit én is most nem. Ja, ilyen. Legalábbis mi így használjuk, lehet, hogy van valami értelmesebb mondja. Hát nem, egy kis cipős tornazsák. De egyébként elég strapabíró. Nem azt mondom, hogy a végtelenség ki fog tartani, nyilván mindennapi használatra inkább valami normálisabb dolgot vegyetek, ami nem ilyen kis egyszerű. De ahhoz képest, hogyha mondjuk csak így állnia kell a polcon, vagy beledobni egy sporttáskába időnként utazásnál, vagy valami, arra teljesen jó. És mondom, 10 darabból nálunk 2 ment tönkre, de szerintem az egyikben túl nagy volt a cipő, a másik meg lehet, hogy tényleg. De ezt nem tudom megmondani, mert lehet, hogy anyaghibás volt, szóval ez nem volt egy segítség szerintem. Hát jól van akkor. Egyébként ez egy M-es méret. Szoknikat rendeltem, képzeljétek. Észrevettem, hogy vannak ilyen remek, remek mintájú szoknik. Mármint tényleg remek, én a... Jó, ez nem tudom, pici. Hát ez nem túl nagy. Szóval 40-41-es lábban van, ami nem túl standard női méret. És mármint nem túl nagy, de azért ahhoz nagy, hogy így általánosságban lehessen méretet találni, még azért lehet. Mondjuk az rosszabb lenne, ha mondjuk 42-es, 43-as lenne, mert azért még úgy alkalomattájukat ki lehet fogni, de kevesebb darab van szerintem 41-es női cipőkből az üzletekben, mint mondjuk egy 38-asból. De ez nagyon picinek tűnik így ránézésre, hát ez ilyen uni méret volt, azt hiszem, és szerintem ez nekem kicsi lesz. Még nem próbáltam fel, most bontottam ki. Hát nagyon sajnálnám, mert olyan kis aranyos, ilyen jó pofa, de ez nagyon rövidnek tűnik, így innen nézve. Szóval vannak ilyen tök jó gót mintájú zoknék, ilyen koponyásak, mindenféle csontvázasak, szellemes, akkor ez a mexikói cukorkoponyás megoldások, tehát egy csomóféle. Hát mindjárt megmondom. Hát tulajdonképpen rám jött, és nincs olyan durva kompressziós harisnya feelingje, hogy így elszorítja az ereket a lábamban. Nyilván egy kimosás azért segíteni fog rajta, mert egy picit nyúlni fog. Meglepően nyúlik, mivel én megvoltam róla győződve, hogy ezt max. Ilyen 38-as méretig, vagy 9-es méretig lehet. És totál jó, és nem úgy nyúlt meg a lábamon, hogy így átlátszó lenne, vagy valami, teljesen korrekt színe van, nem? Se jó. Ja. Ja, ez szuper, meg a minta sem jól ott szét rajta, ezt most nem mutatom meg, de higgyétek el nekem, mert miért nem mondanék erről igazat. Csak a kísérletetek felsikoltottak. És Gábornak tetszik, vagy nem tetszik? Előny vagy hátra? Igaz, hogy a kísérletetek felsikoltottak? Ja. Amúgy tényleg olyan, mert megnyúltak, és akkor szájuk is megnyúlt, nagyon érdekes, igaz? Ez csak zokni téma, sportzoknikat rendeltem. Rá vagyok függve a színekre eléggé. És hát a sportruházat az, ami leginkább ilyen neonos, neon plusz fekete. És találtam ilyet, ami ilyen neon színek plusz fekete, és ezek ilyen sportzoknik. És amúgy sportzoknikat hordok, mert nagyon kényelmesek.
sportfelsőket sokszor, mert elég izzadós vagyok, és hát ez a legkézenfekvőbb szerintem. Nem nagyon akartam zoknit rendelni, meg nem is nagyon jutott eddig eszembe most így először meg, vagy utoljára rendelek zoknit, nem a minőség miatt, vagy ilyesmi, hanem egyszerűen nem érzek rá igényt, ha valami nagyon extrát találok, akkor megfontolom majd, de úgy különösen nem érzem szükségét. Na, ami meglepődtem, egyébként ilyen tök érdekes kialakításuk van, ilyen külön kis fölve, hogy ne törje fel az embernek a sarkát. Ezek nagyon vastagok, és sokkal vékonyabbnak képzeltem el. Van vagy 15 pár dekatlonos sima ilyen bokazoknél még ezer évvel ezelőttről, meg így a közelmúltban is vettem. És az a helyzet, hogy azok jó szellős vékonyak, ez pedig azt mondanám, hogy azokhoz képest egészen vastag. Tehát ha valaki ismeri a dekatlonos zokniknak a vastagságát, akkor ahhoz képest tudom hasonlítani, ahhoz tudjátok ti is hasonlítani, hogy ez vastagabb, nem egy téli zokni vastagságú, de én így nyárra gondoltam, és így nyárra... Én szerintem ez nagyon vastag. Szóval erre majd össze-visszatérek télen. Amúgy a színei elég jó, élénkebbek, mint ami a képernyőn látszik itt a kamerán, látom magamat, és ott kicsit vakúbbnak tűnnek. És ez kb. Egy életem végig. Na jó, addig nem. Remélem, hogy nem, hanem az azt jelenti, hogy azért... hát ezt nem sikerült jól megfogalmaznom. Szóval ez nagyon-nagyon sok elég lesz, és minden sportcuccomhoz van egy szett színű zokni. Nagyon érdekes. De én nem igazán éltem ezeket a top színeket, most meg tök el vagyok velük, sőt. Ez ilyen 40-43-as méret, most felpróbáltam, és nagyon kényelmesnek tűnik, és abszolút méretem, szóval mondjuk, hogyha 40-41-es lábra nagyon kényelmes, 43-as, még az nem sokkal nagyobb. De az olyan csalóka, mert jártam úgy, hogy 40-es cipő az olyan, hogy ki se bírtam nyújtani a lábujjaimat, a 41-es meg már olyan volt, hogy nagy, nem köztes méret kellett volna. Szóval azért ezeket nehéz megmondani, meg ugye márkája válogatja, hát jó, mondjuk ez nem pont egy márkás dolog. Úgyhogy jó is szerintem, hogyha van némi tapasztalat, vagy van mihez viszonyítani. Az a bajom ezekkel a sínes értékelésekkel is, hogy mindenki azt mondja, hogy igen, szuper, újra vásárolnám, nagyon remek, megfelelő, kiváló minőség, mit tudom én. Azon kívül, hogy ez egy ilyen nagyon standard pozitív visszajelzés, nem feltétlenül lehet tudni, hogy mondjuk széles lábfejre is jó egy adott dolog, vagy mennyire szorít, meddig ér fel, ereszti-e a színét, mosáskor, tehát ilyen egyéb fontosabb információk. És én ilyen bizonytalan vagyok, mert van, amiről tudom, hogy mondjuk nem, én is rendeltem, és nem olyan volt az anyag, amire én azt mondom, hogy jó lenne, más szerintem hiper-szuper, ami meg egyéni érzés dolga is nyilván. Na mindegy, a lényeg az, hogy nekem jónak tűnik egyelőre, kényelmes, szellősnek tűnik az anyaga, közepesen vastag, szép érénkek a színei, és a 40-43-as méret jó a 40-41-es lábamra. Utolsó előtti dolog a nem cicás tételek közül, ez egy ilyen kis scrapbook kellék, idézetek vannak rajta, és többféle szerzőtől is találtam ilyen kis idézetes lapocskákat. Ez William Blake például, én eléggé szeretem az ő műveit. Tök jó szerzőktől vannak. Szívesen szerint mindegyik szedből vettem volna. Ilyenek vannak, hogy ami engem érdekelt, John Keats, Emily Dickinson, Shelley, George Byron, tehát érdekes szerzők. És így belenézegettem, és mindegyik elég jó, szóval egy probléma van csak, hogy az elmúlt hónapokból, évekből kiindul, annyira kevés időt tudok erre fordítani, hogy gyakorlatilag több időt töltök az ennek a nézegetésével, vásárlásával, mint az aktív felhasználásával. Szóval egy ponton úgy vagyok vele, hogy jó, akkor most addig nem nagyon veszek újat ezekből a scrapbooking kellékekből, amíg tényleg sem nem kezd el olyan mértékben fogyni, vagy ha nem látok valami nagyon extrát, mert ennek így nem sok értelme van, és tök szomorú vagyok, mert annyi ötletem van. Megvalósítási időm nem annyira, és így... Hát remélem, hogy sor kerül majd azért ezekre is nagyobb mértékben, mint a közelmúltban. Megmutatom közelebbről, szóval erről van szó, ott a szerző neve, és akkor a mű neve, honnan való az idézet, meg maga az idézet, és elég vastag, ahogy látjátok, elég sok van, mert biztos, hogy találtok a kedvenc műveteiből. Remélhetőleg idézetet. Na és mindjárt jönnek a cicás dolgok átvezetésként, mert félig cicás, félig nem. Itt van egy ilyen párnahúzat, ami szerintem nagyon remek. Előre egy kicsit ilyen halvány tojás helyszínű vagy fajszínű,
és egy fekete cica van rajta, nagyon aranyos. Hát ugye teljesen fehér, több párnahúzatot is vásároltunk már Shearsről is, illetve korábban eBayről, pontosan teljesen ugyanaz a minőség. Ez az a vékonyabb fajta. Itt áttetsző, mondjuk, hogyha más színű a párna, akkor szerintem az átüt. Ezt én így ránézésre teljesen korrektnek találom. A régi hasonló eBay-es párnákkal, párnahúzatokat mi azóta is használjuk, szerintem 19-ben vagy 18-ban vettük őket, úgyhogy gondolhatjátok, semmi bajuk nincsen. Én szerintem ezek pontosan ugyanazok a párnahúzatok, mint amik azok is, vagy legalábbis ugyanolyannak tűnnek. Remélem, hogy azok is olyan sokáig megmaradnak majd, illetve ez is olyan sokáig megmarad majd. Annyi történt azokkal, mivel ezek egy kicsit ilyen nem pamutosak, hanem inkább ilyen kis sikos anyagúak, de nem az a nagyon rossz susogó sikos, csak ilyen sikósabb, nehéz ezt így megfogalmazni, hogy valamelyiknek ilyen felszaladt a szem, mint a harisnye, ami teljesen pamutanyagnál nem történhetne meg, ezeknél igen, de attól függetlenül használjuk őket, mert a mintájuk továbbra is tetszik, nem lukadtak ki, nem mentek tönkre, nem fakultak ki, nem színeződtek el, meg semmi szörnyűség, és azért, mert most van rajta egy-két szálfelszaladás, ezért nem fogjuk kidobni őket, hanem ugyanúgy tudjuk használni. Egyébként szerintem a pixelesnek sem mondható, annyi, hogy itt az apró részleteknél, itt például a cica bajszán, azért látszik, hogy talán ott egy kicsit olyan, mint amikor JPG formátumban ment el az ember valamit, és úgy lerontja a minőséget. Na, ez kb. Egy kicsit olyasmi. De nem mondanám szörnyen vészesnek, meg maga a minta, az teljesen jó. Szóval szerintem az aranyos. Pufinak nagyon melege van. Gyere, lőszom a játékokat. Akkor biztos felfélünk, nagyon jó is. Na. Amiket rendeltem, ugye mondtam, hogy azok közül van már, amit elajándékoztunk, viszont amiket látni fogtok, típusonként mindegyikből maradt nálunk is, mert valamiben több darab volt, és úgy osztottam el, valamit pedig többször megrendeltem ugyanazt a több darabot raktam ugyanabból a termékből a kosárba. Ja, egy kicsit kipihenetlenek vagyunk, ugyanis kemény volt ez az elmúlt pár nap, tegnap. Három alkalommal voltunk átorvas, tehát nagyon durva, és ott órát aludtunk. Szóval annyira nem szuper, de haladás történik, legalább a jó dolog. Na, szóval nézzük, szerintem azzal járunk a legjobban. Ami nem játék, az egy ilyen sarokkaparó. Ezt úgy mondtam, hogy ami nem játék, mint valami komoly dolog lenne. Nem, ez olyan, hogy az ajtófélfára vagy valami sarokra kell fölcsavarozni, a hátulján ilyen lukak vannak, illetve csavar is jár hozzá, és akkor a macska a saját kis nyakát és fejét tudja vakargatni rajta, és nekünk már van egy ilyen, és van olyan cicánk, aki ügyet sem vett rá, és szerintem soha életében nem foglalkozott vele, viszont vannak olyan cicáink, akik még mágyják, és folyamatosan gyakran használják, és akkor arra gondoltunk, hogy veszünk még egyet, és a lakás másik pontjára is felszereljük. Igazából ennyit, tehát nálunk ez egy változóan népszerű cakellék. Azok a cicáink, akik szeretik, ők nagyon szeretik, a többiek meg tényleg, mint hogyha ott se lenne, nem is érdekli őket. Tudom, hogy más macskáknak vajon mennyire válik be. Én azt mondom, hogy 10-ből 3 használja kb. Hogy idehoztam ezt a csomagot, elkezdte ilyen érdeklődéssel figyelni. De szerintem van benne ilyen illatosított macska volt, és akkor így amiatt. Na? Úgy. Na? Ez nagyon jó. Yes. Megharagta. Na jó, nincsen nagy dörgölőzés, mert miért le kell takarítani, mielőtt használatba veszük, és nem akarom, hogy így nyalogassa meg minden. Ó, Istenem, ez olyan édes. Rendeltünk ilyen kis puha, aminek van ilyen, mint a babáknak ez a rongyika, ilyen puha kis része. Van egy teknőtarka cicánka, a Milcsi, és ő nagyon szereti cipelni a kis játékokat. És ami ilyen nagyon pufi játék, azt nem tudja cipelni, mert olyan nem fér bele kényelmesen a szájába, szerintem legalábbis. De ami ilyen kis lapos és puha, hát az kész, és én biztos vagyok benne, mivel ez ráadásul barna színű. Van egy kedvenc kis bagolyjátéka, az is kb. Ilyesmi, hogy ilyen lapos, előző videóban mutattam, mondtam. És amit előző videóban szintén mutattam, és csontvász figura, aminek ilyen madzagból voltak a lábai, amit ilyen korcsebességgel lerágott. Hát azt is folyton cipeli, mert annak is ilyen kis, könnyebben megragadható hasa van.
és ebből, ezen felbuzdulva rendeltem meg ezt. És ugyanez nem olyan sötét, mint a kedvenc kis bagoly játéka, viszont szintén barnás, és valamiért azt a barna játékot nagyon szereti. Szóval remélem, hogy ez is tetszeni fog neki. Nem úgy értem, hogy konkrétan ő neki vásároltam ennek az adott cicának, mert itt nem nagyon van olyan, hogy most akkor melyiké, nyilván amelyik macskát érdekli, ez foglalkozik vele. De én szerintem ő szeretni fogja, és olyan aranyos, csak így a lámpaoltás után jutna. Nagyon édes. Megkapcsoljuk a villanyt, hogy most akkor alszunk. Pár perccel később neki ilyen nyávogni. De nem csak nyávog, hanem odahordja kis játékokat, meg plüssöket. A földszinten van nálunk a konyha, és az emeleten vannak a két fél lakószoba. És a csiga lépcső aljához odahordja a kis játékokat, és akkor megy a nyivákolás. Na mindegy, nagyon édes egyébként, csak mondjuk, ha ezt nem csinálna. De minden egyes alkalommal lemegyünk, és akkor azért megsimogatjuk, meg elvesszük a játékokat, meg kap még egy kis kaját, és utána nyugi van. Szóval önöké gondoltam ezt a kis játékot. Hát ez gyors vagy. Csak egy pufi a legbékésebb cipánk, de néha bevadul egy kicsit, ebből vettünk kettőt. Néha bevadul egy kicsit, nem is mutattam közelről ilyen. Néha bevadul egy kicsit, és olyankor vele se lehet nyílni. Majd a végén megmutatom közelről neked is. Öntöltem ilyen pici egereket. Ez is a könnyen cipelhető kategória. Jó anyagból van belül, meg puha. És a farka nagyon érdekes, mert ez is ilyen kis mocogik az. De előtte mindent kimosunk, nem kapják meg így, akkor sem. Nagyon érdekes. Mert ez nagyon macska. Kicsit félek tőled, macska. Ez azt hiszem, hogy 3 darab volt egy csomagban. Azért van belőle több, itt egy kis képszínű is. Megint csürkös labda. Hát ezt sajnos nem tudjuk letakarítani értelemben, szóval ezt odaadjuk, de ezt valószínűleg cseszik a szájukba. Azért nem szeretem, sajnos szeretném, hogyha mindent le lehetne 100%-osan fertőtleníteni, amit megkapnak. Nem tudja, mi az érnek hozzá, ugye, nem a játékok. Labdácska, ez is zörög, és ennek van ilyen macakos vége, ami nagyon érdekes, úgy látom. És egy kis papagáj, ezt random küldték, 3 verzió volt, egy ilyen flamingó, valami rózsaszín kismadár, meg egy... nem tudom, hogy ezek igazi állatkák-e. Ennek a párját odaadtuk ajándékba. De sajnos a cica, aki megkapta ajándékba ezeket a kis játékokat, írás elderítettő egyáltalán, ilyen játékos játszós cica. Amit nagyon sajnálok, mert így igyekeztünk, de nálunk volt, hát mindig egy hónapig. Próbáltunk igazdit keresni, nem a mi cicánk volt, hanem csak itt koborolt a környéken, aztán beteg lett, mi meg megfogtuk, akkor így elszaparálva bent tartottuk, akkor ivartalanítva lett, meg gyógyítva minden, és így hát azért még sikerült gazdit találni neki, és hát ugye azóta is követjük a sorsát, hogy mi újság vele. De még pont időben, mert ő pont elkerült ezt a borzasztó kötőhártyagyulladásos problémát. Na mindegy, szóval nálunk se nagyon játszott, meg a butorokat se használta, de simít meg a törődést, amúgy meg annál inkább szereti. Hát vannak ilyen cicák, hogy egyszerűen annyira nem ugyanaz a dolog érdekli őket. Ami még maradt itt a szatyorban, az ugyanezeknek a játékoknak a, hát hogy több darabban belőlük ennyit, most különösebben nem mutatom meg, hogy van még ilyen kis labda, olyan kis egér. Mindegyik teljesen úgy néz ki, és olyan, mint amilyenre számítottam, mint amilyen a fotókon, amilyennek tűnik. Úgyhogy ezek teljesen rendben vannak. Illetve még egy nagyon népszerű dolog, ami szintén volt a korábbi videóban, az ez a kis sziszel kötéllel bevont dolog. Kis rudacska, fa. És ott látjátok. Van rá kötve ez a valami. És ez teljesen oda vannak érte, és emiatt játszanak vele, nem azért, mert annyira érdekli őket, mert így maga a rúd nem annyira érdekli őket, hanem ezt lerágják róla, és akkor kész, vége, ennyi. Ezt onnan tudom, hogy ugye rendeltünk korábban, és ez történt egész pontosan. Lehántották róla ezt a madzagot, a többit meg ott hagyták. De amíg ezzel foglalkoztak, addig jaj, hát addig nagyon el voltak mélyülve a tevékenységben. Ezt szerintem oda is adom Pufinak, mert most nagyon izgatott, és szegényt nem akarom itt kétségek között hagyni, hogy most akkor mi lesz. Szóval ezt is tudom ajánlani, mondom, ennek is az a hátránya, hogy nem lehet előtte normálisan megfelelően lefertőtlen, és nem tudom, a tiszta szeszel akkor egy lefújkálni, és akkor az úgy
Oké, de mondjuk az ilyen szennyeződéseket az nem szedi le róla, csak mondjuk a vírusokat, baktériumokat. Azért mondjuk amennyire ilyen azért ismert, hát ilyen szájüregi problémák nem voltak ritkák nálunk, illetve most is jelenleg zajlik az egyik cicánál, és így hát aggódok, hogy majd valamit bevigyenek, vagy hogy rosszabb legyen a helyzet, szóval erre különösen próbálok odafigyelni, amennyire lehetséges. Ja, és még találtam valamit, ez nem macska játék, csak most találtam meg az acsi alján. Nem igazán a rendelési tételek alapján megyek, hanem így ahogy kibontottam és kész. Szóval rendeltem ilyen kitűzőt. Most eleve nem rendeltem annyi kitűzőt, akarok egy ilyen kitűzőfalas megoldást csinálni, amit mindegyes alkalommal elmondok, és még mindig nem csináltam, mert pedig évek óta gondolok rá. Ezt a mémet biztosan ismeritek, csak ez kutyával van, és találtam egy ilyen cicásat, és szerintem olyan jó pofa. Meg hát sajnos is sokszor érzem úgy, hogy nagyon aktuális, szóval ezt megrendeltem, és eléggé szépen kidolgozott, jók a színei, eléggé stabilnak tűnik a hátoldala is. Én ezt teljes mértékben korrektnek találom, ráadásul tök olcsó volt. És a végére is értünk, hát remélem, hogy valamit hasznosnak, érdekesnek találtatok ebből. Közeljövőben legalább egy ilyen videó biztos lesz még, mivel van itt még egy nagyobb csomag, amit szeretnék felvenni, kibontom és megmutatom, hogyha még most a mai nap lesz rá lehetőség. Ha meg nem, akkor meg legközelebb, tehát ez mindenképpen olyas valami, amit meg tudok ígérni, és számíthatok rá ti is. Szóval, ha gondoljátok, akkor iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le róla. Köszönöm szépen a figyelmet, a türelmet, vigyázzatok magatokra, találkozunk legközelebb is. Sziasztok!